Október a látás hónapja. Immáron 16. alkalommal szervezték meg Magyarországon azt a kampányt, ami az egyik legfontosabb érzékszervünkre fordít kiemelten figyelmet. Ebben a hónapban hazánk egész területén ingyenes szemvizsgálatokkal és tanácsadásokkal várják a szakemberek az érdeklődőket. A megkérdezett emberek nagy része jó dolognak tartja ezt a kezdeményezést, és ekkorra időzíti az éves kontrollvizsgálatot. Szándékomban van, el akarok menni, igen. Mert lehet, hogy kell cserélni, és akkor megvizsgáltatom, és ha szükség, akkor cserélek. Nagyon jó, és menni fogok. Az asszony már valahol bejelentett. Ez a nő azt mondja, ő csak 3-4 évente vizsgáltatja be a szemét. Mostanában nincs annyira igénybe véve a szemem, és akkor azt is tudatosan olvasok, tudatosan tévézek, inkább pihenek, vagy a levegőn vagyok. És azért így elég, mostanában megint el kell menni, mert azért lejárt lassan az év. És egy kicsit érzem, az erősség is már gyengébb. Sipos Anita, optometrista kontaktológus, az Optic World hálózat vezetője kiemelte, fontos, hogy ez a kampány egy plusz lehetőséget ad arra, hogy felhívják a figyelmet az éleslátás fontosságára. A szakértő elárulta, hogy jelentősen megnövekedik ebben a hónapban a vizsgálatok száma. Évről évre egyébként egy sokkal jobban odafigyelnek, egészségtudatosabbak az emberek, azt kell, hogy mondjam, azt látjuk egyébként, hogy azért egészségtudatosabbak, jobban odafigyelnek a látásukra. Lehet, hogy ezt az adott pandémiás helyzet és home office és egy túlterhelt látószervi állapot is okozhatta esetlegesen, de tény és való, hogy egy megnövekedett érdeklődés van október hónapban mindenképpen. Sipos Anita azt is hozzátette, hogy azoknak is célszerű ezt az ingyenes lehetőséget kihasználni, akiknek nincs szükségük látásjavító eszközre. Ebben az esetben egy általános tájékoztatást kapnak arról, hogyan óvják meg továbbra is a szemük egészségét. Magára a mértékletességre kellene, hogy odafigyeljen mindenki, és például akár egy ilyen irodai munkakörnyezetben, ugye azért ott egy sokkal terheltebb állapotban van az egész látószervünk, igenis oda kell arra figyelni, hogy tényleg pihenjen a látószervünk, tehát az alvás is egy nagyon-nagyon fontos dolog. Illetve, hogyha sokat nézünk közelre, például mondjuk ugye a monitor, ugye ez most egy ilyen aktuális téma mindenféle szempontból, akkor igenis kell időnként pihenőidőt tartani. Az idei kezdeményezéshez több mint 300 optika csatlakozott szerte az országban. A statisztikák szerint a résztvevő üzletek forgalma ilyenkor akár 30-50%-kal is megemelkedhet.